Gyermekkorom meghatározó része, tehát a 6 éves korom előtti esztendők Igriciben, egy Borsod megyei kis faluban teltek, nagyanyámnál, anyai nagyanyámnál. Valóban úgy érzem, hogy meghatározóak voltak olyan szempontból is, hogy a világot számomra a nagyanyám jelentette, és a biztonságot is. És ha rosszalkodtam, akkor egy módon tudott megfegyelmezni mamám, mondta, hogy írok anyádnak Pestre, eljön és elvisz magával. Szerencsém volt, mert egy tágabb közösségből, amit ez a falu jelentett, ez egy nagy falu volt egyébként. Hát nyilván az én világom az néhány utcát kanyarított le ebből a faluból. Egy új világ az a budakeszi, vagy budapesti, a budakeszi határán lévő Állami Fodor József TBC gyógyintézet volt. Ez is egy zárt világ volt, amelynek a közösségének egyes tagjai számomra hamarosan azt jelentették, mint a falubeli ismerősök. Az iskola az egyben azt is jelentette, hogy a tágabb történelembe is beleütköztem. Tehát a falon Rákosi, Sztálin, Marx, Engels képe lógott a szanatórium portáján is, anyám telefonközpontjában is Rákosi Mátyás az elengedhetetlen dísze volt a falnak. És hamar belém ivódott az, hogy nem szabad úgy beszélnem, ahogy otthon, nem szabad arról beszélnem, hogy apámat elvitték az oroszok, hanem apám eltűnt a háborúba. Számomra anyám jelentette a családot, az otthont pedig a szanatóriumban lévő templomnak a sekrestyéje. A templom akkor már gyógyszerraktár volt, tehát ez is egy furcsa világ volt, hogy egy sekrestyében, egy templom tartozékában laktunk, de nem szabadott templomba menni. Nagyanyám ugye megtanította a mi atyánkot, vele mindig kellett templomba menni. Tehát sok olyan jelenség volt, ami az életemre azért ránehezedett, és meg kellett vele birkóznom. A könyvben ezt írtam le részben, amit itt elmondtam. Ennek a könyvnek vagy regénynek a címe A gyermekkor tündöklete. Ez voltaképpen egy vers volt, 1971-ben vagy 72-ben írtam, egy hosszú próza vers, amelyet hát Nagy László leközöltetett az Élet és Irodalomban. Akkor hát fiatal költők nem nagyon jelentek meg a heti lapnak a hasábjain, tehát ez nagy dolog volt, hogy ott közölték ezt a verset, és rögtön rá kellett jönnöm, hogy ez a versben benne van egy regény, benne lüktet. A versnek a meghatározó mondata és a regény meghatározó mondata, hogy az anyanyelv első szavától féltem, valamikor jobban féltem anyámtól, vele ijeszkedett a mamám. Feldolgoztam az 1951 és 56. november 4-e közötti időszakot. Ez ugye 5 esztendő, de magán a regényen én 28 évig dolgoztam, mert tudtam azt, hogy a regénynek a második szovjet intervenció napján kell befejeződnie, mert akkor váltam hirtelen felnőtté, és nagyon őszintén meg kell írnom az anyámhoz való viszonyomat. Most édesanyám, ő meghalt 1987-ben, bekövetkezett a rendszerváltozás, sokáig nem tudtam magam áltatni azzal, hogy a regény úgyis az asztalfiókban marad, úgyhogy szerencsém volt, mert volt 2 szabad hetem, amikor Salföldön Somogyi Győző festőbarátomnak a juhait kellett őriznem, mert ők valahova elutaztak, és megízleltem azt, hogy egy néhány nap után, amikor reggeltől estig írtam, de Győzenek a házában, akkor egyszer csak megnyílt a regény maga, és elkezdte önmagát írni. És be tudtam a regényt fejezni, amelyik aztán meg is jelent 1998-ban a kortárs hasábjain, és a következő évben pedig regény formájában is. Ebből aztán Budakeszi srácok címmel készült egy játékfilm is 2006-ban, és a könyv is megjelent. 90%-ban a valóságot írom meg, tehát itt nagyon kevés a fikció. A filmben sokkal több a fikció, mert ezt a 1951-56 közötti részt le kellett szűkíteni 55 és 56-ra. A másik támaszpont, és ezt
erre rátaláltam, hogy hogyan lehet 56-ról úgy beszélni, hogy az, és olyan kultikus tisztelettel közeledni, hogy az ember ne leződjék le. Ez volt 1848-49. Tehát 1956-tól kezdve, de már korábban ugye olvastam a Hős fiúk című Rákosi Viktor regényt, ez felébresztette bennem egyrészt a 48 iránti érdeklődést, amit mondom, ilyen lelki tudati önvédelmi céllal belehelyeztem 1956 esemény sorába, és a lengyelek iránti érdeklődést is ez. Hiszen 1956-ban a mindennapi légkörünket áthatotta az, hogy a lengyelek tényleg mellettünk vannak. Tehát ezért aztán, amikor gimnáziumba kerültem, akkor önszorgalomból elkezdtem lengyelül tanulni. A lengyel az, hogy ez kitartóan megmaradt bennem a lengyel tanulás szorgalma, ehhez hozzájárult az is, hogy 1962, pontosan március 15-én láttam Andrzej Wajda Hamu és Gyémánt című filmét az egyetemi színpadon. 1963-ban érettségiztem, és hát kínálkozó volt, hogy történelem és lengyel szakra jelentkezzem. Nagy szerencsém volt, hogy az Eötvös Kollégium diákja lettem 1964. februárjában, és hát remek szobatársaim, vagy illetve folyosótársaim voltak, mint Bollók János, vagy Kósa László, a későbbi néprajzos, Tauber Sándor volt szobatársam. 1965. novemberében hát a szobatársamnak megjelent a húga, egyszer meglátogatta a szobatársamat, aki egy gyönyörű szép leány volt. Ugye a szerelem az mindig egyfajta harmóniára való törekvés. Ez az élmény, ez a harmónia, amelyik felrobbantotta bennem a harmónia keresést, ez arra ösztönzött, hogy egyszer csak megírtam egy verset éjszaka fejben. Mikor leírtam, elkezdtem verset írni, hát nagyon ritkán írtam verset, akkor szembesültem a kézirat eredetiével, és hát ott is néhányszor a sistergő dilettáns sorokra bukkantam, és megrémültem. Tehát itt önmagamból próbáltam kiírtani ezeket a szokvány és mondatokat, amelyek lehet, hogy hitelesek annak számára, akik hevült állapotban ezeket leírják, de ugyanezt az állapotot a befogadóban nem tudják előidézni, és az már hiteltelen akkor az a vers. Mestereimnek egyszerre tekintem Pilinszkit, I.S. Gyulát, Nagy Lászlót, és ugyanakkor Utasi Józsefet, Rózsa Endrét, és hát azt a társaságot, amelyik meghívott a szervező antológiájuk tagjává. Ez 1966-ban, szeptemberében éppen Rózsa Endre, aki Eötvös kollégista volt, akárcsak én szólt, akkor már megmutattam néhány embernek a verseimet, főleg Kis Ferencnek az ösztökélésére. Kis Ferenc egy nagyon szigorú ítész volt, aki a Eötvös kollégium épületében lévő irodalomtudományi intézet ben dolgozott, mint irodalomtörténész, és a dilettáns kollégiumi költőket lebeszélte a versírásról. Úgyhogy nagyon félve adtam oda a verseket, mert kérte, attól tartottam, hogy én is az ebek 30-adjára kerülök, de hát nagyon lelkes levelet írt, úgyhogy akkor már bátrabban mutattam meg az általam ismert egyetemi költőknek a verseimet, és valószínűleg hát a versek meggyőzték őket, és meghívtak. Ugye az antológián megjelent 3 éves Hercehurca után 69-ben, és én leadtam a kötetemet 70-ben, és Nagy Lászlót kértem fel, hogy a magánkiadásra írjon egy lektori ajánlást. Akkor a Móra kiadó évente 2 első kötetest jelentetett meg, és 73-ban így 3 kötet jelent meg, köztük az én Havonforgó ég című kötetem. Tehát mondjuk nem volt a kezdet olyan sima, a kezdeti indulás. Az első könyv, amelyik tulajdonképpen megjelent és irodalmi műalkotás volt, az az Edward Stahurának a Szekercelárma, avagy Emberek a téli erdőn című regénye. Azonnal magával ragadott ennek a főhősnek a csodája, aki 2 dologról ír, teljesen banális dolgokról, a szerelemről és a munkáról. Én összesen 8 vagy 10 könyvet fordítottam le, a leghasznosabb a Stahura mellett Marian Brandisnak a Napóleon és a lengyelek című vaskos történelmi eszékönyve jelentette számomra a legnagyobb hasznot, mivel megtanultam történelmi eszét írni.
Tehát rendkívül termékenyítő volt a későbbi történelmi jellegű munkáimra. Tréfásan el szoktam mondani, a történész és műfordító találkozik, akkor azt mondják esetleg, hogy költő vagyok, ha költő és történész, akkor műfordító, ha műfordító és költő, akkor az, hogy történész. Én azt vallom, amit Julián Psibos nevű lengyel költő mondott, hogy csak néha költő az ember. Csak néha költő, ezzel egyetértek, néha van olyan Úristenhez közeli állapotban, hogy az ember verset tud írni, bár az embernek a mindennapi léte is lehet költészet, erről egy külön könyvet írt Edward Stahura, de azért, tehát ilyen értelemben, főleg az utóbbi 10 évben ritkán tartom magam költőnek, a Stahurai értelemben igen, az, hogy az embert a jelleme mindennapi gesztusai is költővé tudják avatni. De az elmúlt 30 évem azért inkább a történelemmel való foglalatoskodás jegyében telt el. Közben voltam azért 9 évig diplomata is, de az a gyermekkori szenvedély, amelyik az 50-es években lobbant fel bennem, amelyről már említést tettem, az éppen a 80-as évek második felében teljesedett ki. Akkor írtam a Így élt Bem József című könyvet, a népszerű Így élt sorozatban, amelyik 43 ezer példányban jelent meg. Ennek a sikere eredményezte azt, hogy megírtam a Magyarországi Lengyel Légió történetét esszé formában, szintén a Móra jelentette meg, és Szabad György biztatására akkor már ezt megírtam kicsit tudományosabb formában is, a Magyarországi Lengyel Légió története, amelyet már mondjuk elég komoly levéltári kutatás alapozott meg. És a levéltárban való munka szenvedélye ekkor ragadott magával, tehát a 80-as évek végétől, és akkor határoztam el, hogy a szabadságharcban részt vett lengyelek életrajzát fel kellene dolgozni, hiszen több ezren voltak, akkor már bizonyos voltam ebbe. És a 80-as évek végén elkezdett munkát végül is 2 évvel ezelőtt fejeztem be, amikor kiadtam a Lengyel Légió lexikonát, lengyelül is és magyarul is. Hát sokan hívnak Bemapónak, állítólag hasonlítok rá, bár azt tudjuk, nagyon nagy nehézségbe ütközött, amikor Bem életrajzát dolgoztam fel. Ez megjelent és néhány évvel ezelőtt egyébként már komolyabb formában a Magyar Napló kiadóban is a Bem tábornok az örök remények hőse. Nos, ami Bemben engem megragadott, az, hogy nem ismerte a reménytelen helyzetet. És a legreménytelenebb helyzetben is megőrizte a cselekvő képességét és a hitét. A hite az volt, hogy a felosztott Lengyelországot helyre kell állítani. Verset folyamatosan írtam, a folyamatosság azt jelentette, hogy azért néhány év kihagyásával, csak most, hogy számba vettem, hogy hány verset írtam az elmúlt 11 évben, akkor megrémültem, mert hát egy negyed kötetre valót írtam csak, tehát ki kellene adni egy újabb kötetet, és már fogy az idő erősen, ki kellene adnom egy újabb verses kötetet, mielőtt egy összegyűjtött verses kötettel megjelennék. Ugyanúgy állok a versekhez, nem írtam korábban se sok verset, tehát avval tisztában vagyok, hogy ritkán van az ember olyan állapotban, hogy az ihlet úgy gyomorszájon csapja, hogy pillanatok alatt megírjon egy verset. Volt ilyenben részem, ilyen élményben részem. És néha ugye a csend, az elvonulás az, amellyel az ember az ihletet tudja, hát hogy mit máshol, jobb szót nem tudok rá mondani, hogy ingerelni. De ez az elvonulás, ebben az elvonulásban, csendben az elmúlt időszakban ritkán volt részem. Most tudatosan akarom magam számára megszervezni, de verseket folyamatosan írtam, és azt hiszem ugyanolyan bizonytalan módon ültem le verset írni most is, mint a kezdetekor. Az ember soha se tudja, hogy tud-e még verset írni, ami a kezek alól kikerül, az nem valami szürke semmiség, átlag, azt nem akarok írni, nem valami Isten ments a dilettantizmustól. Tehát ez a bizonytalanság bennem van, hogy nem az utolsó verset írtam-e meg azzal, amit nem tudom, éppen az 3 hónappal ezelőtt megírtam, valóban megírtam. Tehát szeretnék most a verssel nagyobb barátságban lenni. De közben formálódik bennem egy regény terve,
erősen, amelyik a gyermekkor tündöklete folytatása lenne, és ez már az 1959 és 63 közötti időszak, a gimnáziumi éveknek a feldolgozása, amelyben hát benne lenne 1848 élménye és 1956 is. Ha az a megtiszteltetés ér, hogy az Úristen majd magához szólít, akkor szeretném azzal a nyugalommal távozni ebből a világból, hogy amit tudtam, azt én is megcselekedtem.